Szeretes Mária vagyok, ezt azért mondom el, mert látom, többen vannak olyanok, akik nem voltak itt az előzőn, ahol én már bemutatkoztam, és ahol rám bízták Vészi Magdolna örökségét, ennek a kávéháznak a házi asszonyi teendőit, tiszteletben úr is neje. A mai napon három székesfehérvári illetőségű rendszerűen érdekes és híres, neves embereket fogok bemutatni önöknek. Minden el is kérdem, így haladván. Bogori Zoltán 1946-ban született, azóta Székesfehérváron él. Diákkorától aktív résztvevője a fehérvári irodalmi életnek. Hivatásos előadó művész, majd meg is halljuk, milyen szép a zenő hangja. 19 évig vezette a legendás látókört. 94-től a Szent István Művelődési Ház igazgatója, ekkor alapította a Vár című irodalmi közéleti folyóiratot, amelyből hozott is néhány példányt, azok között, akik nagyon érdekes, izgalmas kérdéseket tudnak feltenni a művész uraknak, azok között azt kiúsztjuk. És akik nem tesznek fel. Azok között. De ezt most visszatásnak szálltam. 2010 óta a Vörös Marti Társaság és a Szekkőláncos Ösztöndíj Alapítvány elnöke. Ima vers könyv című kötetének bemutatóját ma Bakony István fogja tartani. Eredeti neve Kovács István. Ezt most nem feddőleg mondom, hanem csak, hogy tudjuk. Igen, mert úgy rám szegezt a tekintet, én jól mondom, bemagiztam valamit. Lánykori neve jó. Korábban fő vizsgálódási területe Németh László munkássága volt, később kis monográfiát írt Tamás Menyhértről, Bella Istvánról, Sobor Antalról, Takács Imréről, Pék Párról, Petrőci Éváról, Péntek Imréről. Néder Györgyöt mutatom be, aki a Bakonyi Kovács című művének bemutatását fogjuk majd most megtartani. De több műve is megjelent, 38 pillanat, Hazárnak rendületlenül csak mesélek, ez két utóbbi e-könyv, tehát az internetről beszerezhető. Többet nem találtam róla az interneten, szerényen annyit írt a Facebook oldalán, nyugdíjas, aki szeret fotózni, írni, szereti a történelmet, tőzsdézik és pénzét utazásra költi. Ennyi. Majd most itt megismerjük. Ennek a műnek a címe az, hogy a sárkány. Hosszú kertek a mezőig értek, ahol mindig havasány zöld volt a fő. A mező csak egy keskeny, talán 30 méter széles sáv volt. Folytatásaként pedig ingoványos, zsombékos, náddal tarkított vizenyős terület uralta a tájat. Ha óvatlanul lépett rá az ember, akkor térdig süppett a lába ebbe a zöld valamibe. Így aztán nem merészkedtünk rá a mocsarasra. Ezt a sásos zsombékost a nyárderekán, amikor a víz nagy része elpárolgott, lepaszálták. Néhány nap múlva csak a meredező, pengeszerű éles torzsák, a torzsák között virító mocsári lednek, halványilla virágai és a vidrafű, hófehér, hatágú csillag alakú szirmai tarkították a zsombékost. Csábítóan szép volt, de a cipőket és a szandálokat a mama mindig elkobozta, amikor kiengedtek bennünket a zöldre. Tudta, hogy mezitláb messzire úgysem megyünk, a fűben sok bajunk nem lehet, legfeljebb a libafröccsbe léphetünk, virágot szedni a mocsarasból, ehhez még nem nagyon fülött senkinek a foga. Mert kaszácsásra, hátózsára merészkedett be mezitláb, egyikünk sem. A zöld mezőszélén nyílott az elgeboglár, citromsárga virágai. Estér összecsukták vékony szirmaikat, és ilyenkor az ember magasságra nőtt szárukból, fürkészték a mocsáron téblába lógójákat. A békákon a némává vált, amit megjelentek a fehér ruhás madarak. Egyik másik brekegő óvatlan oda kiáltott a szomszédjának, hogy vigyál, de a mondatot már nem tudta befejezni, mert vacsora lett belőle. Csak ültünk a mezőszélén a fűben, mint az ergeboglár, lábunkat napködben felmelegedett, néhány centis vízben áztatva. Szent János bogarakat fogtunk, majd a tenyerünkbe zárva a kicsi lyukon átkémleltük. Hogyan világítanak a sötétben? Véletlenül némelyik világított, de amikor a fénye felvillant, akkor megégette a tenyerünket.
Talán nem szerették a rabságot, ezért valami büdös, sárgás váladékkal is összekenték a markunkat. Jobb volt elengedni őket és bevárni a sötétedést, amikor felvillanó fénnyel üzengetni kezdtek egymással, ezernyi luciferi lámpával. Öreganyánk csak Lucifer bogárnak hívta. Nem voltak se szépek, se kedvesek, inkább hasonlítottak egy kölyök csótányra. Hozott a szomszéd gyerek egy maréknyi, zöldszűnyi, fémesen ragyogó csalánlevélbogarat, és azokat nézegette a markába csukva. Foszforeszkáltak valamennyire, de közel sem olyan szépen, mint a mi bogaraink. Lábunkkal a langyos vizet tapiskolva, már a holnapon járt az eszünk. Kellene egy sárkányt építeni. Ezen a hosszú mezőn lehetne vel futni egészen a Csitárik útig. Ha egy kis szél is fújna, akkor aztán jó magasra repíthetnénk. Ábrándozásunkat a mama szakította félbe. Gyerekek, gyerünk befelé! Kiáltotta a rekkapuból, kezét a vele együtt öregedett akácfa oszlopon pihentetve. Nem volt itt magas kerítése senkinek, inkább csak azért volt, hogy a nyulak benne jöjjenek megnézsmálni a kerti növényeket. Kerítések hullámzó sora, mint valami barna ingallér, úgy választotta el a zöld mezőt a kertektől. Néhány rozsdásodó vascső éberen vigyázta az éjszakán. Napközben kecskékkel kötötték ide, szegény kecske aztán körbejárta az oszlopot, amíg a lánc végén lévő acélkarika meg nem szólult. Végig nagy mekegével az oszlop szét mellől kért segítséget. Ilyenkor kiszabadítottuk, és egy másik oszlopra tettük a karikáját. Ilyen dolgosan teltek a napjaink, miközben henterektünk a füben, és ábrándoztunk mindenféle dologról. Papírsárkányról, bőrlabdáról, fagylaltról, savanyú cukorkáról, bicikliről. Az álmunk megvalósítására a hétvégéig kellett várni, mert egy rendes sárkányhoz sok minden kell ám. A mi sárkányunk eredetileg gyerekmérethez igazodó, könnyű kis papírsárkány lett volna, színes szallagokkal a farkán. Előbb csak a szomszédokban élő nagyfiúk, majd az apák és a nagyapák is csatlakoztak a sárkányépítési ötletünkhöz. Így aztán a sárkány egyre nagyobb és nagyobb méreteket öltött, előbb gondolatban, majd a valóságban is. Hétvégén aztán a mezőn gyülekezett a sárkányépítő kaprija nagyja, volt, aki egy kötek indigókék csomagoló papírt, volt, aki vékony gyalult léceket, apró szegeket, volt, aki enyvet és egyéb ragasztóféléket hozott. Aztán beállított az egyik szomszéd egy kábeldobra csívét 500 méter hosszú, nagyon erős zsinórra. A réten összeverődött alkalmi sárkányépítő társaság létszáma már elérte a 30 főt, és itt-ott előkerültek a csatos sörös üvegek, kisebb-nagyobb demizsonok is, na, nem savanyú vizes demizsonok, hanem borosak. Aztán jöttek az asszonyok süteménnyel, édessel és sóssal, ki milyen sütött. Hát mi csak ámultunk és töntük magunkba a süteményeket. Nem gondoltuk mi, hogy ennyi minden kell egy sárkányhoz. Beláttuk. Jobb, hogy nem vágtunk bele egyedül. Ekkor a sárkány minden bizonnyal sem előtte, sem utána nem épült a városban, és talán ennyi kapatos nagypapát sem látott még ez a réte egyszerre. Ragasztottuk a papírokat, és adogattuk a léceket. A sárkány egyre nőtt, és nőtt. Kora délután végül a sárkányépítésben jártasak kijelentették, a sárkány elkészült. Megemeléséhez négy fiatal férfi kellett, akik vállalták a sárkánynyal való futkosást, és egy ötödik, aki a zsinót engedi a dobról, mindig annyit, amennyi kell. Nem nagyon fújt a szél, mondhatnám azt is, hogy a futkosók zihálása nagyobb húzatot csinált, mint a természet. De kitartóak voltak, és ezt talán a sárkány is megérezhette, de egyszer csak méltóság teljes lassúsággal ráfeküdt az egy gyenge fuvallatra. Ezzel a fuvallata, hol jobbra, hol meg balra kacsázva, de emelkedett. Végül a zsinór megfeszült, és hangosan kelepelve szaladt a dobról, egyre magasabb, szaladt a dobról, egyre magasabbra szállt a szederúti sárkányunk, és újjongva lestük az imbolygó szágódását. Hanyat feküdtünk az őrös füvön, és úgy gyönyörködtünk benne. Engedd el, Feri! Hallod? Engedd el! Felültünk a nagy kiabálásra, és láttuk, hogy a Feri bácsi hol a földön van, hol pedig a levegőben. Aztán valaki egy nagy késsel elvágta a zsinórt, amikor a Feri bácsi éppen a földön volt. Néztünk bánatosan a sárkány után, talán meg sem áll ez Afrikáig. Jó lett volna írni rá valamit, üzenni vele a messzeségbe. De jobban jártunk,
hogy nem tettük, mert a sárkányunk bizony nem, hogy Afrikáig nem ment, hanem még a város túlsó felét sem érte el. Úgy döntött az, hogy megpihen a felsővárosi templom egyik tornyán. Ott lógott szegény viharverten, keretbe gabajodott zsinórra. Szombaton, aztán az éjszakai záportól indigókék csomagolva a papír levet engedett, és kékre festette a torony egyik felét. A vasárnapi misén sosem volt ennyi nép, mint akkor. Mindenki csodájára járt a megtépázott hatalmas sárkányoknak. Tisztelendő úr is kiprédikálta. A szülőknek jobban oda kellene figyelni a gyerekekre, hogy mit csinálnak napközben. Ezzel a felelőtlen magatartással vásott kölykök micsoda gondot okoztak a templomnak. Aztán mi sem hamar véget ért, mert valaki félhangosan megjegyezte a tömegben, engedd el, Feri! És hát fantasztikus élmény volt ott a Kárpátalján élő magyarokkal találkozni. Négy író-olvasó találkozót szerveztek nekem különböző helyeken. De hát fantasztikus dráma, ami Ukrajnában és Kárpátalján ma történik. Ez fantasztikus és rendkívül szomorú dolog. Csak egy példát hadd mondjak, hogy a magyar lakta területeken, magyar iskolában, szünetben a gyerekek nem beszélnek az magyarul. És akkor mondtuk, hát hogy lehet ezt ellenőrizni, vagy komolyan kell ezt venni. És azt mondták, hogy nyelvrendőrség van. Tehát fantasztikus dráma, ami történik, de nem akarok most ilyen drámai hangulatot, viszont ezt az élményt én megírtam a Kárpátaljai Magyar Rapszódia címmel, a Dukka György Kárpátalján élő magyar kiváló költő, irodalomtörténész és nagy szervező, és megköszönve neki ezt a négy napot, megírtam egy verset. Kárpátaljai Magyar Rapszódia Dukka Györgynek. Először itt tartotta őket a remény, nem tarthat soká ez a szörnyűség. Aztán a hit, a Jóisten talán így próbálja ki őket, hisznek-e benne, hiszik-e, hogy nem felejti őket, nem hagyja el ezt a maroknyi népet. Majd a hűség az ősök földjéhez, bőrükben őrzött szülőföld szaga, illata, a jajveszékelő, földbesüppedő fejfák, a töpörödő sírhantok, mint púpos hátú öregek, épp úgy körbefogottan a temetőkben az Istent szólító sóhajokkal. A megmaradt virtus, az elszánás, a száfa egyenesség, a sunyító, lapuló csihatag emberek között, szívükig felélő gazban, véresen, örök büszkeségük, csak a földnek s Istennek meghajoló élc gerincük, lábuk nyomába sem érő rájuk öklendezők, mégis Istentől parancsolt szeretete, végső menedékük, a megmaradás gyökere lombja, rendíthetetlen, bevehetetlen váruk, könyörgésüket, imáikat hordozó áldott magyar nyelv, itt tartotta őket, és teremti újra lelkük szent hitét, Istenük. Én nagyon szeretem I. és Zsumát, és volt is egy időszak, amikor I. és műsorral hát, szerepeltem itt ott. Haza magasban címmel. És hát I. és van egy fantasztikus verse, a Károlodikja, hát biztos, hogy tetszenek ismerni. Ez a dolog engem nagyon foglalkoztat. Úgyhogy írtam egy verset Károlnak. Károl úr, kérem. Azért írok önnek, mert szeretem az életem. Sokan vannak, akik szeretnek, fontosak nekem. Értelmetlen hát minden követés, ladikozás, hajnali suttogások, ringató korok varázs. Hát Károl úr, én Bogori Zoltán arra kérném,
Egyelőre ne zaklasson, adjon engem békén. Ám, hogy barátságunkon ne essen csorba, végül ajánlok önnek néhány címet, persze névnél. És hát aztán Károly válaszolt nekem, mint ahogy a holt lelkek is, de az nincs itt az a vers. Tehát Károly válasza. Én egy egyszerű révész vagyok, aki mint más a piacról él. Reggel kimerem a vizet öreg kiszolgált ladikomból, fölveszem a rendeléseket, aztán indulok a munkába. A stüx kérem, nem gyerekjáték. Hogy maradnék sokszor az ágyban? Mert nem könnyű ám ezzel a sok unalmas, hallgatagú lélekkel. Nem a pénz miatt, de hát jól jön bizony egy kis változatosság. Tudja meg a főnök, haragszik. Mégis van, aki megveszteget. Hogy megéri-e? Hát nem mindig. Múltkor alaposan ráfáztam, mert visszavittem a H-urat, egy esztendőt ültem bilincsben, így aztán meg kell jól gondolnom a váratlan ajánlatokat. De maga tisztességes ember. Kedvelem azt, ki szeret élni, pedig féltem a munkámat. Legalább van. Mi más csinálnék? Szóval halaszthatunk, csak kérem, maradjon közöttünk az üzlet. Tudja, Erebosz és Nyx fia nem kerülhet senki ajkára, holmik is korrupció miatt. Nos, egyefele, áll az alkú, valóban jól meggondolta, és kézben a főnök parancsa, mert az azért, tudja, kell hozzá, nélküle tehetetlen vagyunk. Forduljon felé bizalommal, könyörögjön egy kicsit neki. Az önérzet, uram, ilyenkor. Ja, kérem, ne feledkezzem meg az Obolovról sem, mint mondtam, én is csak a piacról élek. Minden eddigi könyvemnek, ez a negyedik, a borítóit én szoktam fotózni. Na, majd ha már fotózok, akkor ezt megtartottam magamnak, ezt a jogot. Ez a fotó, ez a Budajki Kálvária, aki, ez nagyon szép kirándulóhely is. Ez gyönyörű. Fölmentem, és a jó idő van, látni egész a Bakonyig. Meg a Vértest is lehet látni, meg Fehérvárig is. Tehát ez egy kis domb, érdemes megmászni és elmenni oda erre a helyre. A hátulján pedig az országalma van Fehérvár központjában. És aztán sokan megkérdezték tőlem, hogy miért adott ennek a könyvnek a címe, hogy a Bakonyi Kovács. És akkor volt, aki szekált, hogy hát most milyen Kovács meg. Hát mondom, ez nagy B-vel és nagy K-val van írva, tehát a bemutatásnál már mondták, hogy lehetett volna ez akár az is, hogy Budajtól Fehérvárig. De hát annak én úgy nem láttam különösebben értelmét, hanem inkább engem ez fogott meg, ez a Budajki Kálvária. És a Kálváriáról, meg erről az egész könyvről, mikor ugye feléig értem, és gondolkodtam, hogy mi is legyen ennek a borítóján, és akkor kimentem Budajkra, mondom, egy kicsit átveszem a környék hangulatát, levegőjét, és felmásztam ide. És az jutott eszembe, de a Kálvária, mindenkinek megvan a saját Kálváriája, mindenkinek, akit mindenkinek. És megvannak a Kálvárián belül stációink, és mindenkinek van egy stáció, és mindenki hordoz magával a saját keresztjét, ki könnyebbet, ki nehezebbet, de hogy hordozzuk mindnyájan valamit, az biztos. És akkor döntöttem úgy, hogy ez lesz. És itt nincsenek is fejezet, nincsenek tartalomjegyzékek, hanem stációk vannak. Tehát az itt belül, ami látható, főcímek ilyenek vannak a szellőszárnyon. Tehát ezek ilyen. Ami úgy nekem tetszett, hogy hajna a hasad. És ilyen fejezetcímeket, vagy stációcímeket adtam. És próbáltam végig kísérni Istvánnak nem csak az ő életpályáját, hanem a, mondjuk úgy, hogy egy kicsi családfakutatást csak indítottunk. Tehát a történelmi távlatunkban visszatekintve nagyszülőktől kezdve a
kezdődik ez a könyv, és édesapján keresztül a, majd az ő gyerekkora és a pályája, és igyekeztem, mint ahogy az Zoltán mondta, hogy én nem tudok írni portrékötetet. Tehát nem is soha életben nem foglalkoztam ilyennel. Tehát megpróbáltam úgy írni, hogy ahogy itt az előszóban is azt leírtam, hogy remélhetőleg olvasható lesz ez a kötet, tehát nem tudományos jellegű munka, hanem inkább az emberi oldaláról próbáltam megfogni ezt a dolgot, és végigvezetni az ő életútján. És hát Istvánnak az életútja a fehérvári, Fejér megyei kulturális életben jelentős dolgokat. Képviselő volt, rádiós, tévés, újság, szerkesztő, oktató, tanár, tehát ő rendkívül sok területén megfordult a, hát így mondjam, a médiának szinte minden ágát gyakorolta. És mondta, az elején elmondtam, hogy igazságtalan dolognak tartottam azt, hogy azért, mert valaki irodalomtörténész, meg kultúraszervező, miért ne lehetne róla egy könyvet írni? Már Pistes azt mondta, hogy hát nem szoktak írni. Nem, hát most akkor szoktak, meg majd ezen túl is remélem, hogy majd másokon is fognak írni. És aztán...